Oriskó Norbert, újságíró, Petőfi rajongó, és többek között ezt a fantasztikus kiállítást is ő hozta ide nekünk. Engedjék meg, hogy most átadjam neki a szót, hogy megtartsa ünnepi beszédét. Sors, nyisd nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamadjon ki haszon nélkül nemes láng, mely úgy helít. Tisztelt hölgyek, urak, ezek természetesen Petőfi szavai, csak igazán szépen akartam kezdeni. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a sok-sok megjelente közöttük tisztelt nagykövetel, kedves Laci barátomat, Bélát, Gábort, és óriási öröm számomra, hogy Kiskunfi Életházából itt van Tarjányi József és feleségével együtt. Vele avattunk pontosan két héttel ezelőtt Galántán egy Petőfi dombor művel ellátott emléktáblát, ugyancsak a Csemadok falán. Csáki barátunk szokta mondani azt, ugye, hogy nincs is szebb annál, amikor jó emberek jó helyen jó dolgot cselekszenek. Hát ha ez most valahol, valamelyik településre elmondható a világon, akkor ez Ipolynyi, ahol éppen most vagyunk, a világ legnagyobb költője, világ legnagyobb gondolkodójának az emlékmű előtt tisztelgünk. Petőfi az alatt a rövid élete alatt az emberi élet teljességét érte le, ugyanis mindenben volt része, amiben csak lehetett. Volt határtalanul boldog, és volt, amikor azt se tudta, hogy vajon holnap lesz-e mit ennem. Ezért ezalatt a néhány év alatt, ami neki adatot, olyan bőséges élettapasztalatot gyűjtött össze, hogy tényleg a világ összes gondjára választ tudunk kapni abból a könyvből, amely 1000 verset tartalmaz, csak nem Petőfi összes költeményeiből, és akár úgy is tekinthetünk rá, mint egy Bibliára, úgy forgathatjuk, de mindig mondom, hogy nem a Szentírás helyett, hanem mellette. Szinte mintha a mai európai helyzetre hallanám Petőfitől azt a választ, ugye, hogy magára hagyták egymagára a gyáva népek a magyart. Lánc csörög minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. Szeptember végén vagyunk, ugye, még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Ezt a híres versét a Nász útján írta, azokon a koltói verseken is azt foglalkoztatta őt verseiben, hogy a haza bajban van. Mert Petőfi az tényleg olyan ember volt, aki az egyéni boldogságát csak a közösség boldogságával együtt tudta elképzelni, és nem csak nagy hazafi és forradalmár volt, hanem nagy gondolkodó is. Tulajdonképpen ő nem látta meg a jövőt, hanem egy páratlanul éles logikával rendelkezett, és ezért aztán a történelem is sorra állandóan igazolta azt, amit ő már korábban megjósolt. Hogy miben is látja Petőfi az élet küldetését, fontosságát. Hogyan szól a Béla Shakespeare-i kérdés? Enni vagy. Na igen. És Petőfi ezzel szembeszállt valahogy így, hogy hány volt, ki más szívéből szíta ki a vért saját javára, és nem lett büntetése. Hány volt, ki más javáért a vért kionta a saját szívéből, és nem lett jutalma. De mindegy, aki áldozatnak adja életét, az nem díjért teszi, hanem hogy használjon a társainak. És használja, vagy sem, a kérdések kérdése ez, nem az, hogy lenni, vagy nem lenni.
ha Isten velünk, ki ellenünk. Ez nem Petőfitől van, de akár ő is mondhatta volna, mert a költőzsenyünk végtelenül tisztelte és a teremtőt. Azt a verset, ugye, hogy nemzeti dal, talpra magyar, mindenki ismer, meg fújja, de ugyanazon a napon, 1848. március 13-án írt egy olyan verset, és amelynek az a címe, hogy Dicsőséges nagy urak. Ez egy 10x8 soros vers, hogy azt gyerekkoromtól tudtam fejből, de két verszakot azért elmondanék, ami úgy megmutatja, hogy Petőfi mennyire nagy Isten tisztelő. Szóval a nemzeti dallal egy időben jött ki. Ezer évig híztak rajtunk az urak. Rajtok most a mi kutyáink híznak. Vasvillákra velük aztán szemétre, ott tegyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégse, atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten után lesz szentebb a népneve, feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, ahogy illik ez mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, és örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tedézzen. Ezek Petőfi vad sorai, és a holnapi nappal is összefüggésben, de akar minden napunkkal is. Csak azzal köszönném meg az önök kedves tisztelt figyelmét, azzal a Petőfi fohásszal, amelyel Gántán is megköszöntem a jelenlévőket. Ez csak két sor. És te Isten, a magyarok nagy Istene, légy népeddel, jó népeddel, bűnépeddel, légy vele. Köszönöm.